Na haló, itt volt némi hanghiba, úgyhogy a számláló az el lett rontva. De már itt vagyok. Neki is kínkes, erves. Végighallgatjuk. Még nem hallgattam meg, megfogom ma. Ez remek. Na haló. Indítok zenét. Lehet ez mindig csodálatos. Holy shit, ez hangos lesz. No, és időközben Vince, hát nem volt gong hang, pedig én azt szerettem volna, de rácsapott a gongra a képzeletbelire, és harmadik hónapja előfizető, nagyon szépen köszönöm. Látom, hogy nyomjátok a tanulást, vagy valami gyakorlást a Discordon. Meg fogom ma hallgatni az AI zenét, de csak később. Én szerintem egy kis geóval kezdek, aztán meglátom, hogy mi lesz. Indítok egy TikTok streamet is. Hello. Szia, Zsomsza. De azért gondoltam, hogy majd kicsit csinálok valami egyebet is, mert eléggé off a fejem ma. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogy fog menni, de játszom egy-két. Hoppá! Közben Semmael is három egymást követő hónapra előfizetett. Nagyon szépen köszönöm Semmaelnek is. Rögtön így indítotok. Nagyon kedves tőletek. Szóval játszom egy-két randomot, és aztán meglátjuk. Majd lehet, hogy megszavaztatom veletek, hogy mi legyen. Hangosabb a zene, mint én. Rip. Akkor lejjebb veszem. Most lejjebb vettem. Remélem, hogy most már jó. Hittem, hogy német szöveg van. Még mindig hangos a zene? Tudok még lejjebb venni. Szia, Levi! Akkor jó. Mindenki modi akar lenni? Szerintem van elég modi. De köszönöm a felajánlásokat. Itt fogunk itt infót találni. Vegyük úgy, hogy nem. Hello. Hello a Twitch és a TikTok népének is. Oké. Okay. Decens csapattársam van. Ja, játszok egyet-kettőt ilyet, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Capital guessing lesz. Szóval ma játszottam egy kis logikai puzzle-ozést. Nekem az egy régi hobbim egyetem óta. Ó, azt nem tudták, ami Kínát mentek meg, Dél-Koreát. Oké. Okay. És az egyiket elrontottam. És az engem nagyon zavar, és meg akarom csinálni rendesen. Erre gondoltam. Ú, az komoly helyszín. Na, hogy van ez?
itt. Kicsit lejjebb. De az 5K megvan. Nice. Na itt most láthatunk egy rendes portugál rendszámot. 05-ös, az jelent valamit? Ez a sárga 05 biztos jelent valamit, de nem én vagyok az, aki tudja. Csapattárs itt van még? Jó, itt van. Ó, ő tudta, hogy mi a 05-ös. Meg is haltak. Nice. Jó, van, megyek vele még egyet. Na most elég komoly ellenfeleket kaptam. Oh no. Azt látom, hogy portugál a nyelv. Florianópolis. Az hol van? Itt. És itt. Lesz arról info, hogy mi lesz a kövi csati pont cél? Hát még nem tudom, nem akartam addig elindítani, amíg nincs meg a vasutas stream. És holnap este lesz a vasutas stream, úgyhogy holnap estig kitalálom. Hát lettem verve, a másik kijárat volt. Mit tanultam az egyetemen? Szoftverfejlesztést. Programtervező informatikus szakon végeztem. Ezt nem tudom, mi az zászló. Litván Bolárd, amúgy. Csapattársam szerint az... I love Ben. Lehet, hogy az volt, nem tudom. Lehet, hogy valami foci csapat. Hát csak főváros. Ez a meccs nagyon hosszú lesz valószínűleg. Jó eséllyel. Hát, ez bármelyik holland város lehet nekem. Szia, Oliver! Ja, egy kicsit geózom, aztán lehet, hogy megcsinálom ezt a Filominót, és közben elmagyarázom, hogy mi az, akit érdekel esetleg. Nem tudom, hit nekem, de nem kellett volna, csak leraktam. Nem tudom, hogy érdekes ez. De azt gondoltam, hogy ilyen, tehát amúgy is a logika az ehhez a játékhoz azért kapcsolódik, de nagyon gyakran ki kell zárni dolgokat, meg ilyesmi, és hasonló gondolkodást igényel az is. Huszadik kerület. Ott azt nem tudom melyik. Jó, mondjuk többit sem tudom, hogy melyik, de úgy emlékszem, hogy a nagyok vannak a túloldalon. Nem a túloldalon volt.
Gondolom Új-Zéland, az első tippem itt. Northcote. Ez nekem semmit nem mond. De ha tippelnem kell, akkor valahol itt keresném. Legalábbis csomó trópusi dolgot lehet. Lehet, hogy Wellingtont kell rakni amúgy most, hogy ez eszembe jut. Pauling. Hol a csapattárs? Nem megyek Wellingtonba. Ott vannak ilyen brit nevű dolgok. Vagy itt se? Nem tudom, lehet, hogy ez rossz switch volt. Lehet, hogy nem is NZ. Hát csak Auckland volt, oké. Okay. De nem... Nem ez volt a neve a helynek, úgyhogy mindegy. Egész stream ebből a meccsből fog állni szerintem. Bár most azért nagy damage-et kaptunk a Új-Zélandon. Játszom Zoltán, most nem kifejezetten keresek. Okay. Ez a Riau archipelago, ez eddig is ott volt amúgy. Ó, oh, csúcsú van. Nice. Köszi a kalauz módot. Mindjárt rakunk is egy jó kalauzt. Polski Bank. Mondjuk itt fogok keresni egy vonatot. Ez jó lesz. Csúcsú! Nem vagyok még teljesen felkészülve a holnapi vasutas streamre. Fogalmas, és nem néztem talán, melyik országban hogy vannak a vonatok, tehát eléggé meg leszünk lőve. Geogester a neve a játéknak. Szóval ez Telugu. Lehet-e Sri? Vagy csak India? Mi? Szingapur van odaírva? Ezt nem vagyok hajlandó elfogadni. Alacsony a kamera, szerintem Sri. Csapattárs Szingapurban van, ezt nem olyan jó szerintem, vagy de? De. Miért volt itt Telugu szöveg? Erről még sose hallottam. Tudom, hogy nincs átírva, mert nem tudom még, hogy mi lesz. De átírom szívesen addig, amíg ez tart. Zaki. Ezt a zenét miért rakja be mindig amúgy? Ezt lehet, hogy leveszem a listáról, mert még sose hallgattam végig. Ez jobb lesz. Szóval átíratom Geóra, amíg tart. Csak ma akarok mást... Oké. Okay. Nem tudtam már átváltani. Hány óra van délben? Az összes. Mind a 12. Miért a balon megy ez az autó amúgy? Gondolom Ukrajnát kell tippelni itt, ahogy ez kinéz. NPC mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem szabad körbefordulni se, hanem egyetlen egy fotó áll a rendelkezésedre. Ezt jelenti az NPC. Malájra mentél volna? Nem tudom, engem az a nyelv az teljesen megőrített, majd mindjárt visszanézem azt a helyszínt. Ha vége lesz ennek a meccsnek még ebben az évtizedben. Ötös szorzó, nice. Most egy jó orosz kör, vagy ez a tracker, ez is megteszi. Ez ilyen argentinnak tűnik, de nem jó, mert nem hiszem, hogy jó. USA-t kell itt tippelni, vagy mi ez? A nap, hát keletre van.
nem lesz semmit. De ezek a kinyúló cuccok, erről nekem Argentina jutott először eszembe, de nem tudom ezt elhelyezni ott. Életemben nem láttam még ezt a trackert. Mit gondol a csapattárs? Semmit. Hát akkor menjünk egy kicsit. Hogy vannak ilyen közeli tippjeid? Hát eddig egy elég rossz tippem volt, és a többi meg elég egyértelmű, szóval... Jó, ők megunták. Nem tudom, én nekem US vibe-on van ettől a mezőtől, de... Köszönöm, olyan rolling landscape, nem tudom, hogy ezt hova kell rakni. Tippem sincs. Mit rak a csapattárs? Franciaországot, azt tetszik. Oké. Okay. Izrael, jó van. GG. Na, megyek vele még egyet, aztán megszavazzuk, hogy mi legyen. Illetve van egy másik téma is, amit nem akarok szavaztatni. Átállítom a GeoGuessert. Elvileg átállítottam. De az amit, hogy szaltó. Higgyek neki? De a szalta, ami nekem eszembe jutott. Nem tudom, az Uruguaynak tűnik nekem leginkább. Mindegy, igazából nagyon nem számít. Még. Mondjuk egy-két villanyoszlopot lehet, hogy megnézek, nehogy Argentina legyen a végén. Meg talán egy-két rendszámot is érdemes lenne. Még mielőtt itt teljesen ostoba vagyok. Semmi. Faoszlop van, az jobb Uruguayra, nem? Meg ez a felhős coverage vörös talajja, szerintem ez elég jó, de... És egyik rendszám sem argentin, úgyhogy mert... Meddig tart a live? Hát olyan... célozzunk be egy 10:30-et. Aztán meglátjuk, lehet, hogy nem bírom addig, amúgy elég fáradt vagyok így ezen a héten. Most aludtam is egyet délután. Hova rak a csapattárs, ő is Uruguayban van, akkor jó? Ellenfelek nem Uruguayban van. Az volt, el is felejtettem erről a kalapról, hogy létezik. Na, mi ez az utcatábla? Fogadjunk, hogy finnül van rajta valami. Anti-a végződése. Hát itt tudok vízre tenni. Arrrr! Klobbent kifosztjuk. Szia, zeneszerző! Hogy vagy? Mostanság mi újság veled? Munka, minden jó. Köszi a kérdésedet. Igen, most eléggé sok minden történik. Főleg itt a versenyszervezés az eléggé fárasztó volt. És amúgy nem publikálták ma, nevermind. Nem publikálták a versenyemet, sajnos. Úgyhogy mi nem lehet jelentkezni. De ami késik, nem múlik. Hol vagyunk? Mi ez? Csak sárga vonalak? Valami csile? Mi ez az út? És te hogy vagy, Petike? Nézzük meg azt a táblát. Finrestriction. Ja, azt gondolom, hogy Chile lesz. Holy shit. Valami történt. Kaptam egy alertet, de mire? Nem értem. Lehet, hogy mellé nyomtam, és benyomtam még egyszer az alertet. De mindegy, köszönöm Semmo ennek az előfizetést. Szóval valami déli Chile. Nem tudom, hogy itt meddig megy le a dolog. Itt még van út. Itt van út. Ó, oh, a follow notification. Oké, okay, ezt kikapcsolom, sorry. Ez véletlenül van benn. Mert ez nagyon hangos. De köszönöm a követéseket. Ide rakom ezt, nem tudom, hogy itt van-e valami.
hegyek közé. Északra is van hegy, főleg keletre van hegy. Legyen itt, jó lesz. Csapattárs rakott valamit. Sorry a notiért. Szponzorokkal hogy állok? Nincsen még szponzorom. Ó, 5 kilométeren belül vagyok. Nice. Akkor jól gondoltam, hogy itt a hegyek között lehetünk. Ó, ezt a hegyet nem láttam jobbra. Oké. De ja, nagyon déli csilei út volt. Szóval nincsen szponzor, hanem a... Ó, közben FSN előfizetett Prime szolgáltatáson keresztül. Köszönöm szépen az előfizetést. Tessék, kapsz cserébe egy gyönyörű Midway Atoll helyszínt. Gyakorlatilag ennél jobban nem is tudnám megünnepelni az előfizetést, mint hogy egy klasszikus Midway Atoll tippet megrakok. Dír. Köszi szépen. Szóval nincsen szponzor, én fogom szponzorálni a versenyt, viszont a weboldal, amin lebonyolítjuk, ő hozzátesz majd $100 a nyereményhez. Ó, pont megvan az 5K. Nice. Úgyhogy technikailag lehet, hogy ezt szponzorációnak nevezhetjük, bár inkább egy ilyen deal, azt mondom, ja, hogy rajtuk keresztül megy a tartalomgyártás. No, ez hol van? Oroszországon belül. Gondolom, hogy ez orosz. Egy kormányt szeretnék látni, hát ha jobb kormányos. Ez annak tűnik, nem? Nem, nevermind, balos. Nem tudom. Mostanában a mennyire menjek keletre tippjeim Oroszországban teljesen offosak. De vannak fehér virágok, lehet, hogy ezt nyugatra teszem. Még ezt az egy-két autót nézzük meg. Az is balos, az is, az is. Azt nem látom innen, úgyhogy én maradok itt. Írtam térképboltoknak, és amúgy van is ötletem, hogy hogy lehetne térképpel tartalmat gyártani, vagy ilyen, nem tudom, reklámot csinálni nekik, de nem válaszoltak, gonoszak. Oké. Na, most valaki mással akarok játszani. Rosé Maria. Ez jó név. Az Organization az megvan már 2 napja, tudom. Csak a tournament nincs meg. Azt ígérték, hogy ma meg lesz, de nincs meg. De nem akarom zaklatni őket, mert azért eléggé sok feladatot adtam nekik. Köszi a kalózmódot. Nem tudom, hogy mi ez valami. Kelet-Európa vibe. Ide milyen szöveg van írva? CZ. Itt nem lesz tó. Akkor egy körig még rajta marad a kalap. Van telefonos applikáció, igen. Hello, hello. Ez csak Peru. Kérdés az az, hogy tudom-e, hogy hol van Peru. Amúgy a .pe domaint most látom életemben másodszor. Én szerintem Peruban nagyon ritka a domain. Na mindegy, gondolom, hogy oké, ő rakja a fővárost, akkor én rakok egy Arequipát. Jaj, most hova mentél? Oké, akkor megyek én a fővárosba. Mi a neve? Geogestra neve. De tetszett a válasz, amit írt valaki.
PUBG Ultra Pack Tournament. Milyen oldalon megyünk itt? Nem derül ki. Milyen zászló lehetett ez valaha? Az se derül ki. Ah, némi tájszöveg. Oké. Okay. Tájoszlop is van. Akad. Oké. Okay. Ő megy Bangkokra, akkor én megyek északra. Nem hagyja, hogy vízbe tegyek. Oké. Okay. Szép plonk az ellenféltől. Las Vegas, oda kell menni. Gondolom csak Bulgária. Taxikon valami. Semmi, hát akkor rakjuk meg. Nem biztos, de maximum a szomszédokban lehet itt valahol. EU-s rendszámokat láttam. Szóval jó esélye Bulgária lesz. Plovdiv. Nem válaszoltam. Válaszoltam szerintem a kérdésedre. Geogestra neve. De benne van a stream címében is. Fehér virágok meta. Legfékebb dolog valaha. Nézzük meg ezt a szöveget. Nézzük meg ezt a szöveget, mert ilyen régi kamerával nem derül ki, hogy mi ez. Öt vonal van, tehát akkor csak Lettország tud lenni. Semmi. Ah, most rakhattam volna vízbe, csak nem voltam elég okos hozzá. Ott van megint ez a hülye Caltex. Balon megyünk. NZ. Az érdekes. Nem az jutott eszembe először. Nincs rajta valami info. Nem tudom elolvasni a domaint ezen a izén. Nem értem. Hát ha ez NZ, nem tudom, hogy hova kell akkor tenni ezt. Christchurchre megyek. Olyan fura. Nagyon furának tűnt ez a kör. Caltex. Azt hittem, hogy az legalábbis én eddig csak izében láttam Dél-Afrikában Caltex márkájú benzinkutat. Nincs első rendszám, maximum 30 van. Mi? Hova mész? Ne Puerto Rico-ra menj. Az nem olyan jó szerintem. Ó, megint itt van ez a, ez a Edmonton, ugye? Úgy emlékszem, hogy az Edmonton. Az.
Hát valami indó, gondolom. Nem jelentek nekem semmit ezek a szavak. Valami kerítés vagy tető, sok piros tető van. De nem annyira olyan a növényzet, amilyet szeretnék. Lehet, hogy nem is indó, hanem maláj, amúgy fehér a vonal. Ja, lehet. El tudom képzelni. Szerintem ide kell rakni. Régi tournament vibe-okat? Ez a mostani, vagy az előző? Ja, az Interstellar. Ja. Az jó cucc. Ah, ott fönn. Pedig nem volt római 4-es. Majdnem meghaltak. Na most már rakok egy kalózmodot, mert ez így nem járja. Ahos, hát mindig, itt legalább tudok kalózmodot tenni. Van cetli. Ezeken nincs. Ezen van, de nem tudom leolvasni. Jó. Csapattárs megunta a cetli keresést. Akkor ide rakok. Arr! Oké, délem volt. Ó, nyertünk ettől. Ó, az még pont szaravak volt. Ja, hogy... De nem szabában van? Úgy emlékeztem, hogy ott van. Mindegy, biztos rosszul emlékszem. Szoktam olyat. Előfordul, olykor-olykor. Berekedek hamar. Vonovia, azt nem tudom mit jelent. Lehet, hogy semmit. Mondjuk érdekes, nem Németország volt itt a vibe-om, hanem Ausztria, de elhiszem a domaint. Főleg, hogy találtam egy másikat is. Nürnberg van odaírva. Nézzük meg. De tényleg az volt. Nice. Filip az ellenfél. És egy streamer a másik. A csapattárs. Real volt. Csak nekem van meg. Lehet, hogy miattam van benne. Én nagyon élvezem. Szerintem tök jó, hogy van. Lehet, hogy holnap fel is veszek egy másik ilyen random teammates 2v2 videót. Vagy lehet, hogy ez valami content creator dolog? Nem tudom. Tényleg nincs másnak. Harki volt. Meg amúgy Krisznek is megvan, hiszen a múltkor bedobott, ugye? Vagy bedobta őt mellém. Szóval, ja, random szerintem, hogy kinek van meg. Hello. Hello.
Újabb kalauz mód, nice. Gyakorolunk holnapra. Magyar mappon szoktam játszani? Nem. Oh-oh. Keressünk itt valami vonatot. Itt nincs. Itt van. Csúcsú! Oké. Okay. Hello, hello! Mi lesz holnap? Holnap lesz a vasúta stream. Remélhetőleg. Legalábbis ezt beszéltük meg majommal. Hol van Ajka? Ez itt van a Balaton fölött, nem? Itt van. Hogy gyakorolok rá? A vasutasra? Nem gyakorolok. Át akartam nézni egy-két országot, hogy ne csak a fővárost tudjam tenni. De nem tudom, majd meglátjuk. Holnap szerintem sokat tanulunk a különböző országok vasútvonalairól. Ez a reményem. Oké. Okay. Ugyanazt rakták. Central Mexicana van. Á, újabb kalauz. Köszi szépen a beváltást. Még tudom, hogy most nincs nagyon mire elszórni a pénzt. Itt én nem látok. Na, itt már látok. Csúcsú! Közben Radics Barna éppen a magyar helynevek listájával flexer itt a TikTok chaten. Na most bajba vagyok, mert erre nem emlékszem, hogy ez melyik. Nem a Samoa, ez a másik, ugye? Ez? Nem. Basszus. Nem van ideig, olvasok-e még egyszer. Samoa pedig. De ez vagy a sima? Mármint, hogy az amerikai vagy a sima? American Samoa Shipyard Services. Szóval próbáljuk meg ezt, de az a baj, én ott úgy emlékszem, hogy fekete a Google autó. Szóval fura egy picit. Oké. Okay. Ezek szerint nem csak az a fekete autó van, vagy ez valószínűleg ugyanaz, csak ki volt blörözve az elején. Gondolom, nem vették fel két autóval. Csúcsú! Rakok ide egy csúcsút, ha találok, van csúcsú. Csúcsú! Mondjuk egy random infót vagy metát? Hát itt most a PL domain segített, de ők tudták a várost is. Sok sebzés lesz. Szép volt. Szia, Fondorlat. És volt hidratálás is, köszi. Oh-oh. Na most ez német? B-type guardrail van. Én úgy tudom, hogy ez közelebb van itt. Ehhez. De nem emlékszem pontosan a metára. Akkor nevermind. De ők is úgy emlékeztek. Hello, hello. Na, öt és feles.
A stream nevében benne van a neve. Oh shit. Oh shit. Ez az, amikor Svázi földet rakok, és nem azt kéne. Óriási város van itt. Ha megnézzük, Babi néni mellett találunk egy ilyen utat. Igazából találtam egy utat, ami jó lehet. Nem tudom, hogy ez helyesebb, viszont ennek nem hegyesebbnek kéne lennie? Ó, tényleg ez Gen 4, igazad van. Nevermind. Cape Town se lesz jó, mert hogy ott meg sokkal hegyesebb minden. Bele is haltunk ebbe a hibába, szomorú volt. Honnan tudod, hogy az enemy nem csal? 5/4 volt, amikor 2 szek alatt raktak elképesztő helyekre. Hát, duelben vissza tudod nézni a párbajt. Azt ajánlom ilyenkor. És nézd meg, hogy mit látott ő, és mit csinált pontosan. A Rainbolt srácot ismered-e? Mi a véleményed róla? Szerintem legit-e? Szerintem legit. Ez garantálom igazából, vagy nem tudom. Meglepne, hogyha kiderülne valami róla. Pipa alakú cucc van. De nekem, hát nem tudom, mi legyen a véleményem róla, nem ismerem. Mármint, hogy nem találkoztam még vele. Szövőgépet küldtél? Ah, látom. De ez nem tudom, mit jelent. Nem tudom, mit jelent, amit küldtél. Várható-e ma a közös game? Közösségére gondolsz? Olyan igen. Na most ezt mindig összekerülöm, hogy az a lett vagy a litván. Mert speciális vagyok, de azt hiszem ez a litván. Zigzag épp a minap töltött fel Rainbolt-tel egy videót. Does Rainbolt cheated, Geoguessr? Igen. Nem néztem meg azt a videót, mert nem hangzott annyira izgalmasnak. Ezek szerint ez a lett. Jó, akkor van megjegyezni. Ez a korral jár fondorlat szerintem. Ne tudd meg nekem néha, miket kell összevágnom a videóimból, hogy értelmes legyen. A péntek, hát az is benne van. Azért gondoltam, hogy ma nem csak geogeszterezem, mert teljesen olyan vagyok, mint egy mosott zokni. Nem tudom mi ez. Kaktusz láttam, Spanyolországot rakok be, az is lehet, hogy Mexikó. Főleg ez a fa, ez nem tudom ez mi. Oké. Okay. Mit rakott? Antartiszt? Azt akarták, végre legyen a meccsnek. Olaszország, igaza volt Zsomszán, a kaktusz az csak ott van. Milyen autóm van? Nincs autóm, nem is kell, nem tervezek még venni. Holnap iskolába kell menned, az vad. Az erős. Á, szóval ez most Belgium. Mert erről a bollárdról nekem azonnal Dánia jutott eszembe, de ezek szerint ez Belgiumban is hasonló van. Szerintem még sose figyeltem meg bollárdot Belgiumban. Ó, van itt egy kilométerkő is. N730. Hát azt majd megkeresi az, akinek ideje van. Nem lehetetlen. Azért nem is olyan egyszerű. Foyori, vagy hogy hívják azt a helyet? Attól félek, hogy ez reptér ott. És akkor nem.
Szóval nézzük meg, hogy Keflavik-e. Reykjavik 13. Hát akkor jó eséllyel. Igen. Mondjuk az egyes út nem itt van. Shit, hát akkor nem itt vagyunk. Mindegy. Ez 13 kilométer? Ah, oké. Okay. Ó, oh, jövő héten tartozom egy csúcsúval, köszi, hogy szóltál. Jövő héten érettségi, ez... igen, ez egy olyan dolog, amit... amit nekem nem jut eszembe már. Hát figyelj, Butánban nem hiszem, hogy lesz vonat, de én megpróbálom. Valami metróvonal, vagy ilyesmi. Attól tartok, ez a csúcsú, ez nem most lesz beteljesítve. Esetleg itt a határon. Nop. Én megpróbáltam. Tavaly érettségiztél, hát... Idejét sem tudom, mikor érettségiztem, mert olyan rég volt. Az eredményekre sem emlékszem. Egyetlen eredményre emlékszem. Az az angol volt. Arra emlékszem, hogy az én nevem csak világos zölddel volt kihúzva a listán, mert én csak 91%-ot írtam, azt hiszem. És az már szarnak számított a tanár szemében. A többiek sötét zöldet kaptak. Na most például a gongot hallottam. Most ez mi volt? Mit csinálsz, Rockoman? Na várj egy pillanatot. Itt megbolondult az emberünk. Pillanat. Rakok egy tippet. És aztán elolvasom. Pontosabban azt hiszem, hogy följebb veszem az alert hangját, mert alig hallottam meg. Nem tudom, mi van. Nyeremény alaphoz a bajnokságra 30, plusz kis támogatás neked. Miért nem olvasta be? Tragikus ez a weboldal, komolyan mondom, kicsit megbántam, hogy... hogy ezt kezdtem el használni. Ah, látom, hogy miért nem olvasta be. Mindjárt meg fogom beolvastatni vele. Az van, hogy az overlay, amit használok, annak kurva szarok hát a keretek, a webkamera keret meg ezek. És azért használok egy másikat hozzá, és összekeveri az alerteket. Na, meg fogom beolvastatni ezt mivel még egyszer. Pillanatra lejtem a zenét. Hát, ha beolvassa. Nem olvassa be ez a köcsög. Na jó, szóval, nyeremény alaphoz a bajnokságra 30 plusz kis támogatás neked. Kis támogatás, bazd meg, ezt mondja a 20 dollárra. Nyeremény alaphoz a bajnokságra 30 plusz kis támogatás neked 20. Hoppá, a nyelv azt hiszem el lett rontva. Elnézést kérek, mindjárt kijavítom. Hungarian. Így. Ez zseniális volt. Így. Rámentünk, és még egyszer bejátszom, mert azért na. Dír. Közben ez valami orosz szurgut homok. Próbáljuk ki. Hol van az? Öh.
Igen, itt nem ez a vidág meta van itt. Valahol itt van szórgult homok. Nézzük meg. 150 dodo. Nyeremény alaphoz a bajnokságra. 30 plusz kis támogatás neked. 20. Nagyon szépen köszönöm, Rockoman. Tényleg szurgult homok volt. Ez lehet, hogy elég. Köszi szépen. Hát azt... most már nem nagyon akarok variálni a nyereményekkel, de lehet, hogy valamit kitalálok majd. Na, menjen még egy. És bocsi, most nem figyeltem a TikTokra, de mondjuk nem írt senki, úgyhogy szerintem nem maradtam le semmiről, de itt ez a legnagyobb donation volt a csatorna történetében eddig, úgyhogy tényleg hálás, köszönetem. És epikus, amennyi pénzt már utaltál, az elképesztő. Van egy ötleted? Olyan, mintha kétszer indulna el, csak kevés delay-jel. mi ez, Portugália? Nem tudom, nem figyelek most. Legidősebb versenyző, de külön díj, $30. Nice. Amúgy te vagy a legidősebb, ezt fixen tudod? Egy dolog eszembe jutott amúgy, hogy valamilyen, tehát ösztönözni szeretném azokat a játékosokat is, akik, hogy mondjam, akik annyira nem esélyes, hogy bejutnak, és emiatt nem is neveznek. És ezen gondolkodtam, hogy hogyan tudnám ösztönözni a nevezésre az ilyen embereket. Közben ez mi? Nem ismerem ezt a plétet. Gondoltam erre, hogy ilyen legmeglepőbb eredmény, vagy nem is tudom. Valami ilyesmit. Oké, csak Osaka volt. Valami ilyesmit lehetne. Lenne nagyobb meglepetés, lenne nagyobb upset, nem tudom, valami ilyesmire gondoltam. Na jó, csak... Tehát most, érted, a nézőim többsége nem champion, érted? Én sem vagyok champion. Szóval, nyilván itt a vakvezet világtalant meta van. De azok, akik nem championok, azok nem indulnak jó esélyen, ez csak simán orosz. Oké. Okay. Bro nagyon tudta, hogy ez Novosibirsk. Amatőr verseny ratinghez kötve. Gondolkodtunk már rajta. Kicsit... hát nem olyan egyszerű megszervezni szerintem, mert... Honnan tudod, hogy nem jön valaki alt account-tal? K7. Még mindig tartozom egy csúcsúval amúgy. Akkor rakunk egy vonatot ide valahova. Köszönöm. Ide rakunk egy vonatot. Csúcsú! Neked vizsgák jönnek sajnos, mindenképp nézőként leszel majd, de a következőre jössz. Ennek örülök. Zsomsz, te két no move versenyen is második lettél, nem? Nem jól emlékszem. Na, közben valaki megőrült. Úristen, német, nem tudom, hogy tényleg az-e, de Richard küldött elképesztő ajándékokat, és Zoltán is küldött. Köszi szépen. Köszi szépen, srácok. Én Riftet akarok látni az égen. Nincs Rift.
Hallod, ez mi volt, amit küldtél? Vonat. Zoltán küldött egy eszméletlen vonatot. De ez ilyen kurva drága, hallod? Mit csinálsz? Tegyük a sínre egy tippnél. Hát köszönöm szépen. Nem tudom, hogy most hol vagyok. Én nekem itt ilyen Montenegro vibe-om volt, úgyhogy azt rakok. És ez a csúcsú neked megy, Zoltán. Remélem, hogy jó tipp. Ha nem, akkor kapsz még egyet. Csúcsú! Na, a TikTok közben. Jó, a TikTok megjavult. Köszi szépen. Azt írta, hogy rekonnektálni. Hát tényleg Montenegro volt. Kotornál, arra gondoltam én is, de nem láttam a vizet. Mert ahhoz a hegyvonulathoz hasonlított, aminél a Mahiana Rosszálló klippet kerestem. De nem volt víz. Na és ez mi? Igazából ezt lehet, hogy ezt is odarakom. Így első ránézésre. Mondjuk ez a rács szerkezetes, ez gyanús egy kicsit. De az egy EU-s rendszám, ez egyértelmű. Lehet, hogy erre fel kellett volna indulni. Hát én ezt berakom ugyanúgy Montiba. Török amúgy, valószínűleg török lesz. Berakom ebbe a vízbe. Miért is ne? Ez a rácsoszlop, ez nagyon török. De hát az 5K-zal a csapattárs, úgyhogy nincs baj. Köszi szépen a vonatot. No, figyeljetek, menjen még egy, és szavazzuk meg, hogy mi legyen. Mert amúgy én tényleg szívesen játszanék egy logikai puzzle-t, de ha nektek az nem tetszik, akkor nem fogok. Mert amúgy nem annyira rossz, amit itt csinálok szerintem eddig. Csak csinálok egy szavazást. Csinálok egy ilyen szavazást, eldönthetitek. Nagyon integet az ellenfél. Jó, hát. Szerintem még tartozom egy vonattal, úgyhogy azt most megpróbálom megtippelni. Itt van egy vonat. Csúcsú! És frissített, mert nagyon laggul a játék. Majd amikor lesz a szülinapos stream, ott azért jó eséllyel nem csak GeoGuessr lesz, mert akkor kiégek. Így is azért a következő hetekben elképesztő mennyiségű content lesz a verseny indulásával. Úgyhogy most kicsit jó is, hogy ez a hét ilyen szünetesre alakult. Burgas, ezt nem tudom micsoda. Ó, az. Ismerős volt a neve, de nem tudtam. Oké. Okay. Hogyha meg valaha lesz 24 órás stream, ott meg biztos, hogy nagyon sokféle dolgot csinálunk, mert nem lehet egyféle dologgal csinálni, szerintem, vagy ez nem egészséges. Olyan, mintha csak Magyarországon játszanék GeoGuessr. Landwirtschaftliche. Oké. Okay. Engedjük el, a copyrightot ellenőrizzük. És aztán rakjunk valami random Németországot. Elég lapos. 50-50, most ez komoly? Négy szavazat ez, négy meg az, ezt hogy csináltátok? Most csináljuk még egyet? Csinálom még egyet.
Nem lehet 50-50. Csináljátok meg még egyszer. Szóval a logikai puzzle az nem annyira látványos, viszont cserébe jó gondolkodós. Egy puzzle, egy geó. Na jó, csak egy puzzle lehet, hogy fél óra, vagy több. Attól függ. Most elvileg könnyűeket választottam, meg van egy, ami ilyen közel. Ez mi ez az autó? Ez Panama. Baszki. Hát az eszembe se jutott itt. Hallod? Azt hittem Indonéziában vagyunk. De jó, hogy megláttam ezt a Google autót. Hát ez tragikus lett volna. Szép estét, Robi. Szóval amúgy a puzzle az jó, mert gondolkodni kell. És serkenti az agyat, és annyira szép dolgok vannak most már a logikai puzzle-ok világában. Nem vagyok a legjobb benne. Egy-két nagyon nehezet meg tudtam már csinálni, de nem vagyok annyira jó benne, viszont most azért van egy, amit nagyon szeretnék megcsinálni. Nem fogok mozogni ezen a körön. Románia. Ezek szerint ott is van ez a zászlós cucc. Tudok-e ingyenes oldalt, ahol ezt lehet játszani? Nem. Vannak alternatívák, de azok nem ennyire jók, én úgy tudom. Vagy hát, ha ezt jónak lehet nevezni, szerintem jó amúgy. Én nem szoktam panaszkodni. Na most már az igen nyert, és most sokkal többen szavaztatok. Úgyhogy jó, megnézzük. Aztán, ha nem tetszik, akkor csak egyet csinálok, vagy egyet se fejezek be, majd meglátjuk. Mi a copyright itt? 23-as? Nem fog kiderülni már. Ugyanazt rakja, mint az előbb. Jó. Megnézzük, aztán maximum úgy döntötök, hogy nem kell. Oké, ország közepe volt. Van egy ugyanilyen, kb. Abban is van több mód, amit lehet játszani, és full ingyenes. Elhiszem. Én nem ismerem. Ez van Google autós felvétel. Közben a TikTok szerint inaktív a streamem, mert nem tudom, nem ugrálok, hogy takót akarok enni, meg rózsákat nem mutogatom fel, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mi az elvárás a TikTokon, hogy ne legyek inaktív. Szóval mi Horvátország? Nagyon sok itt a más hangzó egymás után, szóval én elhiszem. Ő Szlovákiában van. Az engem egy kicsit meglepne, de whatever. Írd le a nevét nyugodtan, nem lesz belőle bajom, vagy ilyesmi, ha ezen aggódsz. Amúgy a piros házszámok azok jók Szlovákiára, de azt tudom, hogy itt lenn is van ám piros házszám. Ja, Szlovénia volt, oké. Okay. Eszembe jutott, de ez a trekker, vagy ez a szűk utca, ez nekem nagyon horvátosnak tűnt inkább. Ja, az volt. Na, fekete autó. Hol az UFO? Keressük meg. Hol az UFO? Nincs UFO. Itt most még line-up-olni sem olyan könnyű, mert nincs víz. Szóval lehet, hogy el is engedem a dolgot. Ja, geotasztik.
Ja, már beszéltek róla páran, de én nem játszottam vele. És azt nem tudom, hogy amúgy streamen én ránézhetek-e, mert hogy ugye nem vagyok benne biztos, hogy ennek a GeoGuessr örül, hogyha én ránézek arra. Jó estét, jó estét! Ja, egyébként a logikai puzzle-ben az is jó, hogy tudtok segíteni közben, hogyha valamit észrevesztek, amit én nem. Ami sokszor jó. Laskó sör, szlovén. Aha. Sörmet, hát azokban vagyok a legrosszabb. Jó van. Írok neki, mert kilépek, ugye. Na, nézzük meg, aztán maximum azt mondjátok, hogy hagyjam abba. Meg van nyitva amúgy. És ezt fogom csinálni, hogy átrakom a kamerát a jobb oldalra. Ez csak a Twitch-eseknek számít. Így néz ki. Hogy tetszik? Megpróbáljuk megcsinálni. A TikTokosoknak is mindjárt megoldom, hogy lássák az egész képernyőt. Ha érdekel valakit ez. Na, hogy tetszik a grid? Elég jó pofa? Szóval ez két puzzle egyben, egy Fill-Domino és egy Look and Say, ami nem tudom, hogy micsoda, én olyat még soha életemben nem csináltam. De ez úgy működik, a Fill-Domino az úgy működik, hogy fel kell osztani ezt a gridet úgynevezett poliominókra, mint mondjuk ez itt. Mondjuk ez itt legyen egy poliominó. Megcsinom a körvonalát is, hogy látszódjon. És mindegyikbe beleírod azt, hogy hány méretű. Tehát ez ugye egy 5 méretű poliomino. És az a lényeg, hogy mellette nem lehet több 5 méretű. Tehát itt, meg itt, meg itt. Itt nem lehet több 5-ös. Szóval két ugyanolyan méretű nem találkozhat. Ennyi a szabálya a filominónak. A másik szabály az pedig az, hogy ezek a cage-ek, hogy mondod ezt magyarul, ketrec. Ezek azt mondják meg, hogy hány olyan van, ami ilyen olvasási sorrendben. Tehát ebben a háromban van egy darab kettes, mert egy kettő. Ebben itt van négy ötös. Ebben van három darab négyes. Na így kell értelmezni. Ez a legizgalmasabb, mert ebben van egy hármas, egy hatos, egy hetes és egy nyolcas. Tehát tudod, hogy ez a négy ez különböző. Na, és én ezt már elkezdtem megcsinálni, és a felét kb. Meg is csináltam, és elrontottam. Itt amúgy pont ennél a pontnál el lett rontva a dolog. Úgyhogy... Ja, ezt akartam megcsinálni. Ha tetszik, akkor megcsináljuk. Ha nem, akkor meg visszaváltok a Geóra, aztán nyomjuk tovább. Mit szóltok? Ezek a rémálmaid? Hát megértem amúgy, ezek nehezek. Némelyik. De nekem ez a... Ezt nem én fejlesztem. Nem én fejlesztettem. Nekem ez az egyik kedvencem, a Fill-Domino, mert az nagyon kielégítő. Jó, ha mindenkinek tisztek a szabályok, akkor elkezdem, aztán maximum azt mondjátok, hogy hagyjuk abba. Itt kell kezdeni. 5 darab egyes kell berakni ide. Az egyesről azt kell tudni, hogyha lerakok egy egyest, akkor ugye mellette több egyes nem lehet. És ebbe a dobozba csak úgy tudok 5 darab egyes betenni, hogyha ilyen X alakban vannak. Tehát ez itt mind egyes. Így kell kezdeni. Mondjam el még egyszer a szabályokat? Jó. Szóval van egy fill-lomino. A fill-lomino az azt jelenti, hogy fel kell osztani ezt az egész táblázatot poliominókra. Berajzolok most egyet random, mondjuk ezt itt. Ilyenekre. Mindegy a méretük, de az a lényeg, hogy bele kell írni azt a számot, amekkora. Ez egy hetes. És mellette nem lehet hetes. Szóval itt csak több másféle számok lehetnek. Ennyi a fill-dominó. És a kis szobákban, amik meg itt vannak, ott pedig az a lényeg, hogy ott kell lennie annyi számnak, amit írt. Tehát például ebben itt kettő darab hetes van, mert kettő hét. Ebben itt van három darab kettes. Ebben meg három hármas. Na és ami azt illeti, ezzel fogjuk folytatni amúgy szerintem. Szóval ugye az egyesek miatt ezek itt biztos, hogy összefüggő szobák.
mert hogy egy méretű nem lehet, tehát ki kell jönni onnan. Hallgassuk meg az Andorát. Ha kiraktam, meghallgatjuk az Andorát, jó? Ez Sudokus, igen. Amúgy ez a Sudoku Pad nevű alkalmazás. No. Itt van egy olyan, hogy 2-3-as ebben. Most képzeljük el azt, hogy ez a 2-3-as itt van. Ami azt jelenti, az lehet, hogy nem baj. Képzeljük azt, hogy itt van. Ha itt van, az se baj. Ugye? Ja, akkor nem értem, hogy ez mit jelent, hogy 2-3. Ebben van 3 darab 2-es. Az lehet, hogy izgalmas. Ebben meg 3 darab 3-as van. Oké. A 3 darab 3-as nem lehet így. Mert ha így lenne, most a zöldet kitörlöm. A 3 darab 3-as így lenne, akkor ide nem tudok mit rakni. Mert a 3 darab 3-as kész van, bekeretezhetem. És ide nem tudok mit rakni, mert ez egy egyes különálló régió, és egyesek mellett van, tehát ez így biztos, hogy nem jó. Ez azt jelenti, hogy kell lenni egy 3-asnak itt. Oké. Windowsos bomba játék? Nem, hogy hívják azt, aknakereső? Nem szoktam aknakeresőzni. Ami ezt is berajzolom, hogy ez itt ugye négy különböző. Tehát itt biztos, hogy falak vannak. És ide ezt visszarakom. Na most... 3 darab 2-es jön ide. Arról mit tudok mondani? Semmit. Nem emlékszem, hogy hogy kellett folytatni ezt. 2 darab 3-as. Tehát ha ez itt feljön ide, aha. Szóval képzeljük azt, hogy ez itt van. Akkor ez az 3-as, ez itt kész van. És ez, ennek teljesül is a 2 darab 3-as. De ide akkor nem tudom berakni még 2 3-ast. Mert össze fog érni ezzel a 3-assal. Tehát biztos, hogy nem itt van az a 2 3-as, hanem itt van egy 3-as. Ami nice, mert akkor itt is van egy 3-as. Azt viszont nem tudom, hogy ez fölfele kanyarodik, vagy lefele. Most a két alsó egyes közé mi mehet? Bármi mehet, ami nem egyes. És az azt jelenti, hogy ugye ez két ugyanaz a szám, azért festettem ki ugyanarra a színre. Mert ugye ez összefüggő itt. Azt írja valaki, csak lefele kanyarodhat ez itt. Biztos ez? Ez így nem helyes. Igen, ez így nem helyes, mert akkor itt egyes maradna. Valós. És akkor ide ez a hármas, ez nem mehet fölfele. Nice. Miért ugyanaz? Hát azért, mert ami itt van, bármi is ez a szám, neki kell jönnie. Tehát, hogyha ez itt egy hatos, akkor itt egy hatos régiónak a része ő. Mondjuk így. Tehát akkor ez is egy hatos. De ezt mi nem tudjuk, hogy hányos. Jó, minden esetre ebbe itt kell egy hármas, ami nem itt van. Mert ugye akkor egy hármassal szomszédos lenne, és ez nem lehet egyes sem, tehát akkor itt van egy kettes külön. És itt van egy hármas, ami neki kell jönnie, ami a sárga. Tehát itt most ez tovább jött. Nem tudom, hogy ez érthető volt-e ez a logika itt. De ugye ebben a cage-ben kellett egy darab hármas, ami itt nem lehetett. Menjünk tovább. Ebbe kell egy darab kettes. Na most az azért izgalmas, mert az nem lehet itt. Ha itt kettes lenne, ki kéne jönnie, és rögtön kettő kettes van itt. Szóval nem itt van a kettes, hanem ide rakunk egy új színt, ami mondjuk legyen a lila. És itt lesz az egy darab kettesünk. Aknakereső feeling? Lehet. Na most ez a kettes, az nem része a fentinek. És ugye ez a lila, ez hozzáér egy egyeshez, egy kettesnek, meg egy hármashoz is. Tehát tovább kell jönnie, mert legalább négyes méretű. Valószínűleg bele fog menni ebbe az ötös
cuccba, amiben ugye 4-5-ös van, tehát gyanítom, hogy az 5-ös lesz majd, de ezt ugye még nem tudjuk. És ez a kék, ez nem lehet 2-es, mert ha ez ide belefolyna, akkor ez is 2-es lenne, és az 3 darab 2-es, az nem működik. Hoppá. Tehát ide jön a 2-es. És a lila pedig jön tovább, mert ugye ez legalább 4 méretű. Oké. Érted, hogy cage, de ha egy szektorban például 4, 5 és 6 slotos, mi dönti el, hogy mi a maradékszám? Az bármi lehet a maradékszám. Mi az, cica? Megjelentél te is? Szóval arra nincsen korlátozás, hogy mi a maradékszám. Oké, na most a, igen, ide, ebbe itt kell 3 vagy 2 darab 2-est raknom. És a 2-esek mellé nem mehet 2-es, tehát a két 2-es itt van. És ez a 2-es nem mehet fölfele, meg ez sem. Cica, most nézzétek meg ezt. Ma már nem lesz kalózmód, srácok. Cica elfoglalta a kalózmódot. Oké. Szóval ez a kék, ez tovább kell, hogy jöjjön, mert ez legalább 3 méretű. Ugye nem lehet se egyes, se kettes, tehát legalább 3-as. Úgyhogy itt is van egy fal. Oké. Ez a lila, tegyük fel, hogy ez 4-es, és ez így kész van. Az baj. Látjátok, hogy miért baj? Hogy ez miért nem lehet 4-es? Várok egy fél percet, hát ha valaki megírja. Ja, ha ez itt mind 4-es, akkor ide csak 3-5-ös tudok tenni. Szóval ez itt mind 5-ös. És ennek kell még egy elem. Na most, ugye a 4-ből már megvan 2, még kell 2. Ez a 2 viszont nem lehet 5-ös, mert akkor ez itt már 6-5-ös egyben. Tehát az egyik itt van. És a másikat még nem tudom, hogy tudjuk-e. A másik lehet-e itt? Nem lehet itt, mert akkor összeér ezzel az ötössel. Ez is itt túl nagy, tehát ez a másik ötösünk itt. Szóval kész lett a lilánk. És az az ötös nem mehet fölfelé. És erről nem tudunk semmit. Na most, ez egy érdekes pont, mert ugye ez a kettes körbe van véve, neki ki kell jönnie ide. És ez egy olyan cage, aminél azt mondja meg, hogy 0-5-ös van benne. Tehát az 5-ös az nem mehet lefele, csak jobbra. Ebben a cage-ben kell 3 darab 4-es, hát az megvan. Mert már csak 3 helyünk van. 5-ösnek tovább kell jönnie lefele, balra nem mehet továbbra sem. És akkor most az a kérdés, hogy ez a 4-es, ez így bezáródik-e? Vagy nem. Tegyük fel, hogy nem záródik be, ez fontos. Tehát tegyük fel, hogy ez a 4 és ez a 4, ez nem ér össze, tehát mondjuk így van és így van. Akkor ez broken, mert ennek az ötösnek tovább kell jönnie, és a hármasunk nem lesz meg ebben a cuccban. Tehát ez a 4 és ez a 4 összeér, úgyhogy itt van egy 1-es, itt van egy 2-es, és ez így kész van, az ötösünk pedig jön tovább lefele. Oké. Cicás videót? Megpróbálom az összes gondolatot elmondani, és akkor hát, ha jobban érthető. Na, hogy folytatjuk ezt? Á, megvan. Ugye ebbe a cuccba kell egy hármas. Ha ide rakom azt a hármast, az alapvetően nincsen semmi baj. De az ötösnek tovább kell jönnie lefele. És akkor a hármasnak is tovább kell jönnie lefele. És ez megtöri ezt itt. Mert ebben csak egy darab hármas van. De van írva, hogy egy három. Tehát ez nem így van. Hanem itt van a hármas. És az ötös így jobbra jön le. Kiszínezem az ötös lilára, hogy ugyanolyan színű legyen. Illetve ez a sárga már nem kell, meg ez a piros se kell.
Választunk egy színt, a hármasnak legyen zöld. Oké. Ez a kettes nem mehet jobbra, mert akkor beleütközne abba a kettesbe, és ugye két ugyanolyan méretű nem lehet egymás mellett. Szóval ez kész. A kettesnek is választunk egy szép színt, legyen piros. Nagyon fontos az ilyen puzzle-öknél, hogy szép színeket választunk. Logika nélkül is be tudsz írni számokat? Néha az is működik, de ritka. Jó, na gondolkodjunk akkor ezen a kéken itt. Tehát ez itt egy legalább három méretű. Dolog. Ebbe kell egy hármas. Az a hármas nem itt van, ez biztos. És nem is itt van. Aha. Ha itt van a hármas, az nem jó, mert ki kell jönnie. És már is kettő hármasunk van ebben. Ha itt van a hármas, az se jó, mert akkor ez három méretű lett. És akkor a két hármas egymás mellett van. Tehát a hármasunk itt van. És ez egy egyes lett. Egy hatos lesz-e? Lehet, hogy hatos. Simán. Ez a hármas, ez nem megy lefele, mert akkor beleütközne abba a hármasba, és már négy hármas lenne egymás mellett. És ez a hármas sem megy balra, pont ebből az okból, hanem lefele jön. Na és valahol itt rontottam el, szóval innentől figyelni kell. Csak egy megoldás van az ilyenekre, igen. 3-2 megoldható. Igen, mert ugye itt nem lehet kettes, csak itt. Úgyhogy ez kész. Jaj, cica. Oké. Ez itt, ez nem lehet egyes, nem lehet kettes, tehát ki kell jönni, szóval beleütközik ebbe a zöld régióba. Ezt átrajzolom kékre, hát nem is kékre, hanem legyen narancssárga. Hogy ez ugye egybefügg. Valószínűleg ezek hármasok lesznek, gyanítom. Sőt, biztos. Mert hogyha négyes és tovább jön, akkor nincs elég hely a hármasoknak, tehát ez itt egy hármas. És akkor ez is kész van. Ez, itt pedig kell még egy hármas, ami ez lesz. És így körbezártunk itt egy kettest. Na most figyeljünk oda, mert mostantól nem tudom mi van. A kék hatos lehet, mert pont leír abba, ahol sokfajta szám kell, és pont egy darab hatos kell. Ez lehet, hogy így lesz. Lehet, hogy így lesz. De nem garantált, így is jöhet. Így is jöhet, nem tudjuk. Oké. Kettő darab hetes kell ebbe, ez semmit nem jelent most. Ez bárhogy jöhet. De szerintem itt kell folytatni, biztos, hogy itt kell folytatni valahol. Ó, oh, shit, igazad van. Nem, never mind. Honnan tudjuk biztosra, hogy ez tovább jön? Ha az itt hármas, az miért nem jó? Itt indulhatna egy új régió. Vagy nézzük ezt a hármast itt, ennek kell egy harmadik elem. Az lehet itt vagy itt. Ó, oh, közben ezt kiszúrtam, itt ugye 2-1-est kér. A 2-1-es az nem lehet itt. Tehát itt nem lehet egyes, mert akkor nem tudok még egyet belakni. Tehát a három hely az egyesnek az itt van. Ami azért vicces, mert nem lehet itt és itt. Ha itt és itt van az egyes, bezártuk a hármast. Szóval nem lehet itt a két egyes, hanem itt van az egyik. És ez azért vicces, mert vagy itt van az egyes, vagy itt van az egyes. Ha itt van az egyes, akkor ide jön a hármas. Ha itt van az egyes, akkor oda megy a hármas. Tehát nem tudom, hogy melyik a sorrend, de biztos, hogy itt egy és három van. És körbe is rajzolhatom őket. Azt nem tudom, hogy így van, vagy így van, de valamelyik helyes. És akkor ez itt kijön.
mert ugye ez nem lehet egyes, tehát legalább kettő méretű, szóval kijön, és ez lefixálja ezt a hármasunkat itt. Oké. Na, és akkor most eljött az idő, hogy ezt itt valahogy megoldjuk. Ugye ez itt nem lehet kettes, mert akkor ide egyes kerülne, és itt tudjuk, hogy nincs egyes. Ugye ide csak három, ezt be is írom, 3, 6, 7 és 8 jöhet. Szóval ennek a lilának tovább kell jönnie lefele. Ha belemenne ide, akkor csak 4 méretű lehet, és nem lehet 4-es. Szóval még tovább kell jönnie ide is, és még tovább kell jönnie ide is, mert ugye így már legalább 4 méretű, de legalább 6-nak kell lennie, 6, 7 vagy 8. Tehát ez most már ideig kijött. Ide mi fog kerülni akkor amúgy? Szerintem már most eltörtük amúgy. Szerintem eltörtük. Ide nem tudok rakni semmit. Hol törtük el? A kékből a hatos indul, de ezt honnan tudjátok? Meg most nem ez a bajom itt, ez a baj itt. A kettő darab kettes közt 1-3-0-5, az nem garantálja, hogy 3. Nem, mert a hármasunk az megvan. Az itt van. Az egyes helyére 3. Ide? Akkor 2-3-asunk lenne. Ebben a négyesben. És az azt mondta, hogy 1 van. Gondoljuk át ezt a logikát itt még egyszer. 2-1-es kell beraknom ebbe. Ide nem jöhet 1-es. Mert nem tudok mellé még egyet tenni. Tehát erre a 3-ra jöhet a 2-1-es. Ha ide jön a 2-1-es, akkor bebuktam a 3-ast. Igaz? Igen. Hát ide jön egy 1-es. Ide fog jönni a másikra. Ha ide jön, akkor ide jön a 3-as. Ha ide jön, ez szerintem jó logika. Most mondjuk az, hogy így van. Itt ki kell jönnie valaminek. Ennek a 3-asnak nincs hely. Szerintem valahol elrontottam. De nem tudom, hogy hol. Nyilván ide kell jönni a 3-asnak, és innentől kezdve nincs hely. 1, 3, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Nem fér be. Jöhetnek a cicás videók. Na jó, szóval ez kuka. Megint megtörtem, és nem tudom, hogy hol. Ez 5 méretű, ez 4 méretű. Ebbe 3-4-es van a stimmel, 1-3-as van a stimmel, 1-3-as, 4-5-ös, 2-2-es. Tragikus. Na mindegy, a 0-5 az azt jelenti, hogy nincs benne 5, nincs benne 5, ebben itt, nincs 5-ös benne. Annak a hármasnak miért lóghatna lefelé a bal oldala? Ennek? Azért, mert akkor bezár... Ó, amúgy vár csak. Há, igazad van. Ez lehet így. Nézzétek csak, mit talált ki a társunk. Így működhet. Igazad van. Ez így most működik.
Ja, azt feltételeztem, hogy ez nem lett egyes. Na, és akkor ez azt jelenti, hogy ez itt ki kell, hogy jöjjön ide. Mert ugye legalább három, most már igazából legalább hatos. Legyen kék színű, mert jó esélye bele fog ütközni a kékbe. Tovább is kell jönnie, és tovább is kell jönnie, és az a kék, ez így kész lett. Hányos ez? 7. Nice. Ez nagy szép volt. Oké. Na, ez viszont biztos, hogy nem lehet egyes, tehát ez ki kell, hogy jöjjön ide balra. És tovább is kell jöjjön. Nem lehet hármas, mert akkor két hármas lenne egymás mellett. Tehát ez a piros régió, amit inkább átszínezek narancssárgára, ez egy 6-os vagy egy 8-as. Ez itt kijön balra, lejön lefele, ez itt kijön lefele. Emiatt ez itt tovább jön, mert ugye még nem ért el a 6, legalább 6 méretet. Oké. Itt ennek 2-3-as kell. Most már csak három helyünk van a 2-3-asnak. Nem lehet itt a 2-3-as, mert akkor ide be kéne fejeznem, és 2-3-as egymás mellett lenne itt. Tehát itt van egy 3-as, és itt van valahol még egy. Na most ez a 3-as, ez lehet itt, és akkor ez egy 3-as régió. Ó, ez a 2-7-es, ez most egy fokkal nehezebb. Ez egy fokkal nehezebb. Nem lehet itt a 2-7-es, mert akkor ez... Ha mondjuk ez lehet 3-as, akkor... Nem, akkor bezártuk. Tehát ha ez a 2-7-es, az nem olyan nagy baj a sárga szempontjából, de a lila szempontjából nagy baj, mert akkor ez vagy 6 vagy 8, és sehova nem tud menni. Szóval 1-7-es biztos, hogy van itt, és vagy itt van a társa. Ezt nem tudjuk, hogy ez 3-as-e. Jó. Az biztos, hogy ide kijön valami. Jó esélye egy há nem, hármas nem lehet, hoppá. Á, ez lesz a fontos, mert akkor itt van egy hármas. Ugye ebbe a rácsba kell még egy hármas, ugye két hármas van benne. Ez nem lehet hármas, ez nem lehet hármas, tehát ez a két hármasunk van, szóval ide kijön a hármas. És a narancsnak még tovább kell nőnie, mert még mindig kevés, és még mindig kevés. Ez most már 6 méretű, lehet, hogy ez kész van, de még nem tudjuk. A hármasnak itt be kell fejeződnie. És ez a piros régió, ez itt egy 4-es lesz. A 4-esnek nincs színe, úgyhogy kitörlöm. Ennek a hármas, ja, az még mindig lehet lila, ez a hármas, azt ne felejtsem el. Vagy ez a hármas itt, vagy ez a hármas itt, ezt még nem tudjuk. Ez nem szudoku, ez egy fillominó. Fillominó a neve. Ide behúzok egy vonalat, mert ez nem szomszédos. Oké. Szerintem itt van a következő clue. Hát a következő clue valószínűleg itt lesz, ja. 2-3-as. Á. Ha ez itt 2-3-as, az fasza, akkor ez itt kész van, de akkor ez itt nem tud hova nőni. Ezt látjátok? Ideig tud nőni, és aztán beleütközik a 7-esbe, és itt meg beleütközik a sárgába. Tehát a 2-3-as nem itt van, hanem itt van egy 3-as lent. Top Joy-t szereted? Én is szeretem. Megvan, mivel fogod tölteni a pihenőt. Keresse valami hasonlót. Mindjárt mutatom, hogy hol lehet ilyeneket találni. GG a Lego setthez nagyon jól néz ki. Neked is tervben van. Megértem, ez egy nagyon jó set a múzeum. Majdnem olyan jó, mint a Jazz Club szerintem. A kettes, hármas az így kicsi L alakban az alján. Hát így lehet. Szóval, aha, oké. Az a lényeg, hogy ez itt, amit most kijelölök feketével, ez nem lehet hármas. Szerintem. Mert akkor ugyanaz a probléma, hogy ez a lila nem tud kijutni.
hetesbe beleütközik, sárgába beleütközik, hármasba beleütközik. Tehát ez itt még egy hármas, kész a hármasunk. Szóval ez itt fölfele megy. És ez a hármas cucc. Ez itt nem megy jobbra. Jó. Következő trükkünk szerintem az ez lesz, hogy ez nem lehet hetes. Ha ez itt hetes, lezárja a sárga elől az utat, ami nem olyan nagy baj, mert lemehet idáig, és az 6. De akkor ez is 6, meg ez is 6, és az egyének 8-nak kell lennie. Szóval a hetesnek a párja itt van, és a sárga ide fog tovább menni balra. Egy, kettő, három, négy, ötnél tartunk. Ezt még mindig nem tudjuk, hogy 6 vagy 8-e, mert ideig tovább jöhet, hogy 8 legyen. Az viszont biztos, hogy ez nem 3-as. Jó. Neki kell egy harmadik. 2-3-ban a 3 felett van a másik 3. Aztán megcsináltam. A 3-as az oda, ahol egy darab 3 kell. Valószínűleg igen. Valószínűleg igen. Mert ha itt nem 3-as van, ide nem jöhet 3-as, mert semmelyik irányba nem tud elmenni. És ide se jöhet 3-as. Technikailag amúgy, de mi az akadálya annak, hogy ez ide jöjjön? Nem lesz elég hely. Na most lesz az, hogy nincs elég hely. Nézzük csak, 6. Tehát ez itt 6. Meg kell még 7, mondjuk 2, 4, 6, 7, meg 3, meg 2 emiatt, meg 3, meg 2, 4, 6, 8, és még 1. Tehát egy darab szabad helyünk van. Egy darab szabad helyünk van, tehát a 3-as az itt kész van. Nice. Zöld. Szóval ennek kell még egy utolsó 3-as, kell még egy 1-es, egy 2-es, és a 7-es befejezni. A 7-esnek itt nincs elég hely, balra el kell indulnia, mert ha ez a 2 7-es is, még mindig csak 5-nél tartunk. Idáig biztosan kijön. Emiatt a sárga 1, 2, 3, 4, 5 idáig biztosan kijön. Emiatt kész lett ez a 3-as itt. És a, opa, ez nem sárga, nem zöld. És a sárgát bezártuk. Tehát ez lett a 6-os, ez lesz itt a 8-as. És a 2-esnek úgy kell lennie. Ah, így. De ez te szép a vége. Kell egy 2-es. Nem lehet úgy, hogy ebben a V-pentominóban van mind a két eleme, hiszen csak egy 2-es van benne. Tehát biztos, hogy ez itt egy 2-es. És a 7-es nem zárhatjuk be. Szóval annak ideig le kell jönnie. 2, 1. Nice. GG. Na, hogy tetszett? Mehet még egy. Ilyenkor azért az fontos, hogy kiszínezzük rendesen a dolgokat. Tehát itt a kettest körbe. A kettes az piros. Az egyesek legyenek mondjuk szürkék. A négyesek legyenek... Cica, ne feküdj rá, légy szíves a keverőpultomra, hát hihetetlen. A 7-es az kék, 4-es lehet fehér. Na jó, cica, eltekeri az összes állításomat, hihetetlen. Gyere! Szia, cica! Gyere ide hozzám most egy kicsit. Na, van még kettő, amit megnyitottam. Az egyik ez. A másik meg ez. Take the L. Ez a neve amúgy ennek. Legyen ez. Ez eléggé gaminges nevű. Na, gyere Cisza. Menj le. Mutassam meg, hogy hol lehet ilyet találni. Oké, ez egy remek ötlet. Van egy weboldal. Berakom ide.
Hallgassuk meg a zenét, ez igaz. Mindjárt meghallgatjuk a zenét. Az a melszőr. Mekkora komment, Zseri. Ja, jöjjön a muzsika. Hallgassuk meg, amit kaptam. És közben szavazhatok meg, hogy melyiket fejtjük meg. És erről beszélek majd egy kicsit még közben. Ez volt a Lexikon című egyébként. Hol az off topic? Itt van. Szenes ez, hogy tanítja az embereket kell hozni, oragari a versenyeket előszeretettel szervezi. Indul a stream, zeneszerző már is segít. Akár moving, no move, nem visz mindenhol hasít. Leteszi az ötkát egytől, ő ezt tudja csak egy-egyből. Ez zseni, ez a szöveg. Tudását minden nézőnek átadja. A Discordon sok prohaverja nyomatja, például Vince, kik az aztán nagyapja, vagy Kriszki Múminna, istene. A háttérben mehet a filmzene. Összegyűlt az elégpont kiváltás, nagy zene ez. Indulhat a kalózos megmozdulás. Kalap fel, majom egy viccet mesél. Kérlek, fogja a fejét mindenki. Ilyen borzalmas viccet még nem mondott senki. Leteszi az ötkát egyből, ő ezt tudja csak egy-egyből. Hogy legyen az bollal. Közben szavazzátok meg Twitch-en, hogy melyik legyen. Tudását minden nézőnek átadja. Gyönyörű. Tudod, ez is olyan hülyén ér véget. Mikor lesz látható a verseny az eSport Manager oldalán? Azt ígérték, hogy ma, de clearly ez nem történt meg. Úgyhogy remélem, hogy a hétvégén, vagy legkésőbb hétfőn, nem tudom. Szereted a vicceit? Hát holnap este akkor gyere, mert holnap este lesz a vasutas stream. Köszi ezt a dalt. Ez is remek mű. És külön tetszik, hogy ezért több ember meg lett szólítva benne. Na, szóval ez a German Logic Masters Germany nevű weboldal, innen volt a puzzle. És itt van, hogy Phil Lomino jobb oldalt. Egyébként, hogyha beírjátok a User Pages-nél a nevemet, ami zeneszerző, akkor itt van, amiket én eddig már megoldottam. Azért látszik, hogy elég sokat oldottam meg. De az is látszik, hogy azért főleg ilyen 1-2-3 csillagosokat van. Talán 1-2-4 csillagos, meg 5. Ez egy 5 csillagos. Ez egy Phil Lomino Chaos Construction. Ez például emlékszem, ez ilyen jó 2 óra volt, mire ezt megcsináltam. Úgyhogy... ja, vannak itt jó dolgok. És egyébként nekem itt vannak saját puzzle-jeim. Csak hogy... hogy megmutassam. Ezeket én készítettem. Úgyhogy ezeket is kipróbálhatjátok. Van, ezek főleg helyjavakék, nekem az a kedvenc puzzle típusom. Úgyhogy beküldtem a linket a Twitch chatbe, a nevét meg a TikTok chatbe, ott meg tudjátok nézni. Jó, a Take the L nyert nagyon, úgyhogy ezt fogjuk csinálni. Na, olvassuk el. Rakok vissza zenét. Ja igen, a bejelentésében biztos, hogy beírok majd minden infót, amikor aktuális lesz, persze. Szóval, osszuk fel az egész táblázatot, L alakú, tehát mondjuk ilyen.
ez is egy L. Meg ez is. L alakú blokkokra. Ugyanolyan méretűek nem lehetnek szomszédosak, ez sima Fill-Domino szabály. Minden cellában legyen az a száma, mekkora a blokk. Tehát ez itt most egy kicsit nagy lett, de mondjuk ez itt akkor 7, ez itt 6, ez meg 50, nem tudom. Azt mondja, amiben kör van, az a kanyarban van, és ahol nyíl van, az pedig a végén van, és onnan indul el az L. Tehát a bent felé mutat. Szóval, csináljunk példát. Amúgy ezt ajánlom az elején, amikor így mondja a szabályokat, hogy rajzolgassatok példát. Tehát ez itt egy ötös méretű, lehet így, mert ez a bentben van. Ez egy ötös méretű, és ez a bentben van, de ez is jó lehet itt. Sőt, ez is jó lehet itt. Oké. A nyílra példa, az pedig mondjuk legyen ez itt. Ez itt most 8 méretű lett. És ez a végén van, és mutat a bend felé, a kanyar felé. Na, ennyi az összes szabály. Lehet amúgy zenét kérni? A Twitch-en néha lehet. Most éppen nem tudom, hogy be van-e rakva. De a TikTokra nem tudok ilyet. Na, szerintem ebből a sarokból indulunk. Ez egy öt méretű, és itt van a bend. Tehát ez biztos, hogy így lesz valahogy. Ideig berajzolhatjuk. És idáig már nem mehet el, mert akkor beleütközne ebbe az ötösbe. Tehát ez pontosan így néz ki. Úgyhogy az első L betűnk szerintem kész is van. Akkor folytathatjuk ezzel, amiről annyit tudunk, hogy így néz ki az elején. Nem indul el balra. Ami vicces, mert ez azt jelenti, hogy innen kijön egy cucc, és nem juthat el idáig, mert ugye ez azt mondja, hogy ez a vége, és nem ez a vége. Tehát ez itt kész is van, ez egy hármas elbetű. Oké, szóval mivel ez a nyíl jobbra mutat, ezért vagy így van, valahogy egy elbetű, de az azt jelenti, hogy ez itt nem része annak. Szóval ez itt lefelé indul egy elbetű. És a hatosban nem ütközhet bele, mert ez a karika azt mondja, hogy a kanyarban kell lennie. Nem érted? Elbetűket kell rajzolni. A karika azt mondja meg, hogy az elbetűnek a kanyar részében vagyunk. A nyíl azt mondja meg, hogy a végén. Szóval... Szóval például ez a nyíl, ez azt mutatja, hogy itt jön egy L betű valahogy, és ez a legvégén van ez a nyíl. Lehet, hogy így jön, nem tudjuk, hogy hogy jön, de ez a végén van. Itt se lehetnek ugyanolyan számok egymás mellett, amúgy töltsük is ki ezt az ötöst, bocsánat. Így. Csak akkor, hogyha egy régióba tartoznak. Hogy miért fix hármas? Hát azért, mert oké, visszajövök addig. Bocsi, hogyha gyors voltam. Tehát ugye itt van ez az ötös, ezt tudjuk. És itt ki kell jönni egy régiónak, mert ugye valamihez tartoznia kell ennek a cuccnak. És ebben nem ütközhet már bele, mert ez egy másik elbetűnek az eleje. Így, vagy így, nem tudjuk. Vagy így. Tehát ez a zöld, ez külön áll ettől. Berajzoltok ide egy falat is. Szóval megvan az elbetűnk, mert itt elkanyarodott. És ez emiatt ez hármas. Mert három méretű. Jó. Na, és akkor itt ugyanez a logika van, hogy ennek itt valahogy ki kell jönnie. És idáig biztos, hogy kijön. Ó, várj, nem. De biztos. Ó, nem biztos. Figyelj csak ide. Mi van, ha ez így van? Óvatosnak kell lennünk. Mert, ó nem, mert ez az elbetűnek nem a közepe. Hülye vagyok. Jó. Akkor semmi. Ideig biztos, hogy kijön. Ja. Ez biztos, hogy ideig, hát valameddig eljön. Nem, ne legyen kék, mert akkor összeér az ötössel. És így az ötösünk le lett fixálva, mert az ötös biztos, hogy nem ütközik a narancssárgába. Mert akkor ez már egy Z lenne. Tehát az ötösünk az így lesz. Mm.
sárga 4 balra? Hát jó eséllyel igen, mert különben tehát azt kérdezi a fergeteges 44, hogy ez így jön-e, és valószínűleg igen, mert ha ez nem így jönne, akkor ide mit rakok? Semmit. Úgyhogy ez is kész lett. Igazatok van. Jó, foglalkozunk ezzel a 6-ossal. 6-os biztos, hogy elindul ide, ebbe a két irányba, mert egy ilyen sarokban van most már. És van rá esély, hogy beleütközik ebbe a nyílba. Tehát ez így egy valid 6-os, ezt még nem tudjuk. Mindenesetre a narancsnak tovább kell jönnie jobbra. A narancs nem fordulhat el fölfele. Ezt látjátok, hogy miért? Látjátok, hogy ez miért rossz? Jaja, mert akkor 4-es méretű lesz, és 4-es nem lehet, mert már van mellette egy 4-es. És a narancs jön tovább. Na most ez vicces, mert a narancs még mindig nem fordulhat el jobbra, vagy mi balra, vagy fölfele, nem tudom, északra. Mert akkor ez itt egy, nem egy elbetű. Tehát még tovább fog jönni. És még mindig nem mehet fölfele, de lefele már mehet szerintem. Lefele mehet szerintem. Minden nyílnak tájoljon be az első két kockát. Tehát amúgy ezt megtehetem, nem tudom, hogy ez mennyit segít, de csináljuk meg. Itt nem csinálom meg, mert félek, hogy ez egybe fog tartozni. És itt is félek, hogy egy, sőt, ez garantáltan egybe tartozik. Ah, várj! De ez itt egy régió, mert ugye ez itt, ez a kettő biztos. És ez vagy így van, tehát ez itt egy régió. Csak nem tudom, hogy fölfele vagy lefele kanyarodik. Ez a kettő, ez. Igen. Ugye ez vagy így van, tehát ezt a kettőt is beszínezhetem, mondjuk kékre. És ezt is beszínezhetem. És ez vagy így van, de ezt még nem tudom. Ez pedig itt beleütközött a sárgába. Legyen mondjuk narancs. Szóval ez itt elkanyarodik vagy jobbra, vagy balra, nem tudjuk még. És ez, erről semmit nem tudunk, erről a felsőről, ez legyen szürke. Barna még tovább? Szerintem az nem biztos. Szerintem nem biztos, mert ide lejöhet. Ez így teljesen valid. És akkor itt lesz a 6-os. Viszont, ami biztos, hogy itt indul egy új elbetű, az legyen mondjuk piros. Amúgy ezt kijavítom, hogy az 5-ösök ugyanolyanok legyenek. Mert zavarja itt a rendszert. Csak 1-9 között mozgunk? Szerintem nem. Nem mond ilyet a szabály. Úgyhogy nem feltételezek ilyet. Jó. Na, gondolkozzunk. Á. Ez az 5-ös, ez... Oh, never mind. Rosszat mondtam. Ó, de igen, tehát hogyha ez fölfele jönne, ez az 5-ös. Á, de jöhet így. És akkor itt jó egy elbetűnek ez. Á, de akkor ide nem tudok mit rakni. Jó. Na, csak összerakom fejben. A lényeg az, hogy ez a piros itt, ez csak 5-ös tud lenni, csak ehhez tud tartozni. Ez nem tud máshoz tartozni. Szóval, hogyha az 5-ös az így lenne, akkor ide nem tudnék mit csinálni. Szóval, ide lejön az 5-ös. Így viszont hogy mondjam, tehát így nincs elég hely az 5-ösnek, hogy máshogy legyen, mint így. Mert ez így pont 5 méretű. 5-5-5-5. És akkor a sárga elbetűnk az itt balra kanyarodik el. A felső kék nem mehet felfelé, és még egyel oldalra sem. Így csak lefele mehet, és ott legalább kettőt. A felső kék nem mehet fölfelé, mert akkor két 5-ös lenne egymás mellett.
és jobbra se mehet, mert akkor ezt bezárnánk, tehát lefele megy, ebben igazad van, és legalább kettőt. Teljesen real, amit mondasz, emiatt ez is elkanyarodik. És 2, 4, 6-nál tart, ami nem lehet, mert itt van mellette egy 6-os. A 6-os miért nem csak lefele mehet? Mert beleütközhet ebbe a nyílba. Ez működhet itt. Viszont ez nem lehet 6 méretű, tehát ez a narancs, ez kész van, ez egy 7-es lett. Ez itt 2, 4, 6-os lett. Ha tovább megy, akkor vége van, és az 7, tehát akkor ez így nem működik, akkor ez itt kész kell, hogy legyen. Itt közben alakul egy új elbetűnk, ami szerintem ez a lila színű lesz. Sőt, biztos, hogy az kell legyen, nem? Nem, de ez valószínűleg így fog történni. Nem fogjuk berajzolni, csak hogyha már biztos. Ez itt, ez technikailag lehet még lila is. Igen, ez lehet még lila is. Lehet, hogy így vagyunk. Úgyhogy ezt még nem tudjuk szerintem. De ide berajzoltok valamit, hogy itt kezdődik egy zöld mondjuk. Ennyit biztosan tudunk erről, és a szürke is tovább fog jönni. Just chattingre átválthatsz, ha át tudsz. Aha. Jó. Oké, nézzük meg ezt a nyilat itt. Ha ez a nyíl ugye ideig biztosan eljön, legyen mondjuk szürke. Ha itt lekanyarodik, akkor ez itt, ez a cella itt, ez kuka. Szóval nem kanyarodhat le, hanem beleütközik a hatosba, és így ez a hatosunk is kész van. Jó. Na most ez érdekes helyzet itt. Ugye itt vagy így jön egy, vagy így jön egy. Hát így biztos nem jön. Így nem jöhet, mert akkor ez a cella, ez kuka. Tehát így kell jönni egy, mondjuk zöldnek. És akkor ez itt kék. Ó, nem jó, várjál. Mit csináltam? Á, nem, elkanyarodhat a kék jobbra. Aha, tehát jöhet így. Japp. Valószínűleg az fog történni. Lila teljesen fel. Nézzük meg. Jobb felsőben a fekete, a helkanyodik balra, az nem jó. Lehet, hogy jó, mert akkor ez itt 4-es, ez 3-as, ezt még nem tudom. Bocsi, hogy átszínezem a dolgokat. Sorry. Ez itt. Lehet. Oké, átváltom én, Yuki. De majd mindjárt lesz Geo, lezárjuk a streamet egy közösségivel. Átváltottam. Jobb felső zöld lemegy a lila nyiláig. Máshogy nem adja ki. Biztos vagy ebben? Ez miért nem lehet így? Miért nem lehetünk így? Ez miért nem működik? Még én nem látom. Ó, mert akkor az 5-ös méretű. Aha. Ez meggyőzött. Szóval a lila az akkor föl kell ide jöjjön. Ebben igazatok van. 2, 4, 6, 7. És a 7 az narancssárga. Akkor már ezt is átszínezem, legyen a 6 az lila. És akkor ez egy nagyon hosszú elbetű, legalább ideig eltart. 2, 4, 6, már 8-as. És 9-es lesz, ideig fog eljönni, mert különben a sárgának kell még ide ez. Tehát, hogyha a sárga itt lefele kanyarodna, akkor ide nem tudnánk rakni semmit. Tehát a sárga fölfelé kanyarodik, és 4-es lesz. És ez pedig... Nem biztos, hogy eljön ide, mert még ez is bekanyarodhat oda, szerintem.
Nem, mert akkor két ötös van egymás mellett. Tehát ha ez a, ez a... Ja nem, ez csak ideig tart, bocsánat, már vak vagyok egy kicsit. Ha az innen ide bekönyödik, akkor az hármas, az működik. Igen, 9-es. Szerintem az még nem garantált. Vagy 8, vagy 9. Ez mehet balra is. Jó. Erről a celláról gondolkozzunk egy kicsit. Mert szerintem... Tehát a kék az itt nem mehet el jobbra, hiszen akkor ez itt egy vonal, nem pedig egy elbetű. Tehát a kék az tuti, hogy itt megy, és így kanyarodik el. Szóval a kék az kész van igazából. Hoppá. És a piros volt az ötös. Úgyhogy itt indul egy elbetű lefele. Legyen kék az, amit nem tudunk. A narancs nem mehet balra, mert az akkor 5. Szerintem nem, szerintem ez csak 3. És szerintem az működik. Bal piros egyet még lejöhet, mellette egy 3-as lesz a karika felett. Bal piros, az ez. Igen, ugye nem mehet jobbra, mert akkor ez bezáródik, tehát lejön ide. És a karikát azt nem tudom, hogy garantálta, hogy bemegyünk már is. De az biztos, hogy itt alakul egy új zóna. Ja, ebben nem mehetünk amúgy. Ugye ez az elbetű sarka kell, hogy legyen, tehát még biztos, hogy lejön egyet a piros. És... Ez itt vagy ide jön, vagy tovább és így ide, de az nem működik, mert akkor ezt bezárjuk. Tehát ez itt egy kész hármas régió. És ez a karika, ez így fog jönni. Legyen kék. Ami miatt a piros lejött a sarokig, és elfordult jobbra. Ez a kék egyet lemehet, ez igaz. De szerintem nem garancia, nincs rá garancia, hogy ez megtörténik. Így is jöhet. És akkor ez így... Ó, nem, mert akkor ez 2-3-as. Aha. Ez egy jó pont. Tehát, hogyha ez a kék itt jobbra fordul, akkor ez egy 3-as. És akkor ez is jobbra fordul, és ez is egy 3-as. És az nem működik. Szóval, ide jön a kék. Emiatt... Szerintem még mindig nem tudjuk biztosan, hogy ez balra megy-e vagy jobbra. De ezt átszínezem szürkére, mert bele fog ütközni ez a kék valószínűleg. És muszáj is neki, mert különben 2-3-as van egymás mellett. Úgyhogy ez egy 4-es lett. A 4-esek sárgák. Jó. Kettő, négy, hatos ez lehet. Ugye ötös és négyes nem lehet. Már most legalább négyes, mert ugye el fog kanyarodni. Tehát biztos, hogy le kell jönnie idáig, szerintem. Ideig biztosan. És emiatt ideig is le kell jönnie, mert különben ez nem tud elkanyarodni, szóval ide lejöttünk. És az lehet... Ha balra megy, akkor 6-os. Ha jobbra megy, akkor lehet 7-es is. Aha, itt fogom ugye eldőlni, mert itt alakul egy új... Lehet, hogy itt alakul egy új cucc. Aha, jó, értem. Ha ez itt jobbra megy, akkor itt lejön egy új, aminek ide be kell jönnie, és az 5 méretű is az nem működik. Ha jól látom. Tehát ha ez a narancssárga jobbra megy, és ez egy 3-as,
akkor itt alakul egy új elbetű. Ez a mező, ez még nincs elbetűben. Szóval ez az elbetű kell, hogy legyen, és az öt méretű két ötös nem mehet egymás mellett. Tehát az narancs, ez balra megy. És így ez a szürke, ez egy 9-es méretű lett. Így viszont, ez egy elbetű itt, ami most kezd kialakulni, legyen zöld színű. És ennek kell ide bejönnie. Tehát ez így egy 4-es. A 4-es volt a sárga. Úgyhogy ezt átszínezem zöldre. Balra kell mennie a szürkének, és lesz egy 3-as felette. Lehet, hogy így lesz. Szerintem nem így lesz, Dó. Mert akkor ez itt 5 méretű lesz. És két ötös nem lehet egymás mellett. Tehát ez itt egy 3-as kell, hogy maradjon. 2, 4, 6, 7 lesz a szürke. A 7-esnek volt már egy színe, a narancssárga. A 3-asnak volt egy színe, a zöld. És akkor már csak ezt kell itt befejeznünk, ami itt egy 3-as. És itt egy 2, 4, 6, 7. Interstellar zenéje megy most. Na, 22 perc, az korrekt. Csináljuk meg a falakat. Ez itt egy 3-as, az kék. 9-es az egyedüli szürke, ez a 7-es, ez nem piros itt, hanem narancssárga. És szerintem ennyi, igaz? Ja. Szép lett. Na, hogy tetszett? Amúgy azt is megmutatom, hogy kell beírni a megoldást. Visszanyitom a German Logic, Logic Masters Germanit. Csináljuk ezt izé helyett? Közösségi játék helyett? Puzzle Search. Take the L. Itt van. 81-en oldották meg, én leszek a 82-dik. Igaz, itt most az én assisted volt. Azt mondja, hogy az 5. sorban balról jobbra. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 4, 6, 5. 5, 5, 7, 4. 7-9. És akkor itt kiírja, most a TikTok az nem látja, de kiírja, hogy sikerült megoldanom. És hát osztályozzuk. Szerintem ez egy easy volt, és very nice. Nice. Kit érdekel a kuka meta most már? A lexikont is írjuk be. Itt azt mondja, hogy a 10. sor kell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 2, 1. 3, 8, 8, 8. 3, 3, 4. Nice. Ez szerintem két csillagosnak elmegy, ez is very nice. Mindig egy megoldása van. Mindig egy megoldása van. Nem, szerintem ne kezdjünk bele újba, mert az elhúzódhat. Inkább játszunk egy kis közösségi játékot zárásnak. És holnap este úgyis találkozunk a cuccon. A vasutas streamen. Ki kell kapcsolnom a cuccot. Ah, ki van kapcsolva. Úgyhogy gyertek, játszatok velem egy kis közösségi játékot. Q83K. Na, hogy tetszett ez a logikai puzzle téma? Legyen ilyen is mostantól néha. Meglepően sokan maradhatok amúgy rá. Mit menjünk? Menjünk Community World-et.
No move 30 sec. Jó kis logika volt. Csak azt nem értem, ha néha geótól felrobban az agyad, akkor ezek után mit érzel? Engem ezek nagyon kikapcsolnak. Jó, ezek... Tehát azt tudnotok kell, hogy a Logic Masters Germany oldal az nagyon snob ebből a szempontból, és ott az egycsillagos is általában olyan, hogy aki kezdő, az nem tudja megcsinálni rögtön. Tehát, és már ilyen hibridek vannak, hogy egyszerre többféle puzzle van egyben, és már ez az ilyen elvárt, hogy ilyen nehezeket kell csinálni. Én azt javaslom, hogy a legjobb ilyen, hogyha elmentek egy InMedio üzletbe, újságos InMedio, és vesztek japán logikai puzzle újságot. Nekem valahol van itt egy, de hol? Most nincs meg. Japán logikai puzzle játékot vesztek. És abban van 20 féle ilyen játék, és mind nagyon jó. Na, a flashbang meg is érkezett rögtön. Visszarakom középre a képernyőt a TikTokosoknak. Szóval azzal érdemes kezdeni, és aztán, hogyha Jézus Krisztus, szevasz cica, megjöttél. Hogyha azt tetszik, akkor utána nézni a weboldalon hozzá játékokat. Úgy érzem éhes, szerintem ezt akarja jelezni. Én vagyok legközelebb Oroszországban, ez jó. Én csak a gázcsőmet amiatt mentem oda. Close. Oszaka jobb tipp lett volna egy kicsit. Ja, lehet, hogy az lesz, hogy... mi ez a seed amúgy? Lehet, hogy az lesz, hogy a streamek elején lesz egy logikai, amíg így mindenki megérkezik, és akkor utána lesz GeoGuessr. Meg hát később biztos, hogy lesznek más játékok is, Rocket League esetleg. Arra is gondoltam, hogy esetleg később lesz ilyen 24 órás stream, ott egy Civilization játékot szívesen nyomnék. Azok nagyon hosszúak, ilyen 3-4-5 órásak akár. És akkor azt lehet nézőkkel, hogyha van annyi ember, aki Civilizationozik. Rocket League-ben alázol? Ezt nem is tudtam, hogy... Mi ez a szíd, hallod? Édes Istenem, gyönyörű ez a szíd. Nem kéne elbaszni akkor, ugye? Hát... Jól sejje, csak Oszló. Oh, wow, Bergennél. Na, oda biztos, hogy ezt nem rakom. Hát, ideig mentem az L39-en. Ez nagyon lapos volt ahhoz. Na, 4 kör után vezetek 100 ponttal, úgyhogy most kell elbaszni. Gold szintet ütöd? Na, mehet akkor. Jaj, eddig tartott a seed. Na, nem baj. Whatever. Ja, menni fog a Rocket League is idővel, csak azért nem annyira tetszik az ötlet. Én nagyon szeretem azt a játékot, csak nagyon nehéz közben a chattel kommunikálni. És emiatt egy kicsit aggódom, hogy nem... Úristen, tudom, nem rakom ezt. Na mindegy. Harmadik hely azért meglett. Fondor lett, behúzta, szép volt tőle. Vince lett a második, én a harmadik. Kenny Oragari, Edem, Tarcsa, Chris, Peti,
és Stripio. Itt van a kód azoknak, aki esetleg lemaradtak. Könnyebbet. Ez a legbalanszoltabb pálya. Lehet, hogy egyszer lesz egy ilyen kezdőbarát stream. GeoGuessr kezdőbarát stream. És akkor ott majd ilyen urbán word-öket, meg ilyeneket fogunk játszani, meg így magyarázunk kicsit. Balanced Hungary könnyű? Hát nézd, ott legalább az országot könnyen eltalálja az ember, ez igaz. Na, indítom. És mára szerintem ez az utolsó. Holnap úgyis jövök újra. Úgyhogy nem kell ma megőrülni. De sok ilyen kaspó van ott amúgy a szemétrakás tetején. Gondoltam, hogy valami folyó menti lesz, olyan homokos volt az egész, de hát az a baj, az egész ország folyó mentén van. Milyen nyelven fejlesztek? Mostanában főleg JavaScript, Reactot használtam munka során. De egyébként .NET a fő nyelv nekem. Ezek a náttetők érdekesek, biztos, hogy van rá valami. De nem tudom. Ahogy Fülöp-szigetek ráadásul. Azt hittem, hogy indonész szöveg volt. Á, akkor tagalog volt biztos. Whatever. Full stack. Hát az a cél. Most a cég fejleszt engem, hogy frontendet is fejlesszek. Utóbbi időben főleg azon dolgoztam, pont ezért, hogy így mentoráljanak ebből a szempontból. De igen, az a cél, hogy bármihez hozzányúlhassak. Nem tudom, mi ez amúgy. Oké. Nem tudtam, mi ez, de én voltam legközelebb. Hát ez már csak ilyen. Vince vezeti ezt a kört. Vince nagyot megy, és itt meg főleg nagyot fog menni. Mert konkrétan az unokájában vagyunk a dal szerint. Na figyelj, egy darab smudge-ot nem látok, szóval az a meta nem működik. Technikailag ez nekem elmegy ősznek. Nem tudom, hogy ez tényleg őszi-e. Azért ellenőriztem, hogy jó országban vagyok-e, de őszi coverage-nek tűnik. Hárman tudtuk az őszi metát. Nice. Na, hát nem behozhatatlan az előny egyébként, majdnem 1000 pont, de azért van rá esély, hogy valaki behozza. Csak tip, de senior szinten járok. Hát én voltam már senior az előző munkahelyemen, de az új munkahelyre nem vettek fel, mint senior, hanem mint medior. Úgyhogy most nem vagyok technikailag senior szinten, szerintük, de szerintem sem egyébként. Az a baj, hogy na mindegy, ez egy másik történet, most ebben nem akarok belemenni. De legyetek óvatosak, a fejlesztők vagytok és kezdők, hogy ne szúrják ki a szemeteket a senior jelzővel. Amúgy fogalmam sincs, hogy ez itt van-e, de itt volt. Fondor letudta az 5K-t. Basszus, majdnem meg lett neki az 5000. Szép volt. Na, Vince behúzta ezt a meccset. Kenny lett a második, Oragari lett a harmadik. Fondorlat, Unknown, Chris, Adam, én, Peti és Two Chin Snake. Á, itt van Zomász 11-nek. Ő csinálta a képeket a trailer videóhoz.
Sonrisa, nem tudom mi az, Sunrise, nem tudom mi az. Nem ott dolgoztam. Na, mára ennyi lesz, srácok. Cica, hát most itt teljesen meg van bolondulva, már éhes úgy érzem. Lehet, hogy túl korán adtam nekem a kaját. Valakit berédelünk. Van ötletetek, hogy kit rédeljünk be? Kit szeretnétek nézni? Konti geogeszterezik. Rédeljük be Kontit. Azt gondolom, hogy ma egy réd mehet neki. Ja. A lobbit meg átadom mondjuk Vincének, és akkor játszhattok vele. Na, mindenkinek jó éjszakát, holnap este találkozunk.